Sziasztok srácok, ez itt a GFF team. Szevasztok! Komoly bejelentésünk van, ugye? Ja, komoly, már tudom, volt sok komoly, igen. Jó, hát a szokásos bejelentés, inkább úgy mondanám. Ja. Vlog 3. Vlog 3, hashtag. Meg minden egyéb ilyen apróság. Ugye ez a hét ez eléggé, hát inaktív volt. Ja, még Android se jött. Android se jött. Ugyanis, mert kurvára rákattantam a rásztra. Nem kicsit. No life, igen. Igen, tehát azt hozzá kell... Jó, hát azért este 10 után hajnali 2-ig, köszi. Tehát... Volt, hogy fönn voltam 4-ig is. Mindegy. Meg még délelőtt 4 órát farmoltam. Minimum. Úgyhogy igen, ez a hét ez totál inaktív volt, tehát se videó, se vlog, se... Ez abszolút nem is készült. A jövő hét, az viszont meg a hétvége. Geci. Na, ott behozzuk a lemaradást, azt hiszem. Tehát egy ilyen 6-7 videó minimum lesz a jövő héten. Hogy is lesz? Meg egy rockás stream. Jó, akkor a közeljövőbe mi fog most történni? Hát a holnapi nap ugye a live, Rust. Twitchen. Mondjuk, igen. Twitchen leszünk. Mindenképpen Twitch. Te csatornád, vagy én csatornám? Hát gondolom, akkor a te csatornád, te fogsz ezért live-olni. GFF Jani. Címszó alatt leszünk elérhetőek. De megvan az az érzésem, lehet, hogy én is fogom csinálni, és akkor aki amelyik kamerát akarja, bár nálam azért elég szarul néz ki a játék. Maradunk a te kamerádnál. Maradunk. Nem lesz facecam. Igen, a facecam az totál ki van lőve, mert nem igazán kell ez a játékhoz. Fanolni fogunk, vagy fölmegyünk a készre? A kérdés jogos. Szerintem kezdjük el nulláról valami új szerveren, valahol, ahol egy kicsit alacsonyabb a lélekszám. Belejövünk a dolgokba tutira, és utána baszó PvP live-ok lesznek. Ahhoz mit szólsz? Fölmehetünk azon a szerveren, amin vagyunk, kezdünk ott egy új bázist. Ott nem nagyon bántanak minket, ott megmutatjuk, hogy... Hogy néz ki igazándiból a játék? Ja, meg hogy mire lehet számítani, milyen... bázisépítés technikát fogok használni, meg ilyenek. Ja. Apró trükkök, ha valaki esetleg játszik. Én sem tudok sokat. Én meg aztán abszolút semmit. De, ja, az egy-kettő van, és valakinek megtetszik a játék, megveszi, akár még be is szállhat hozzánk klámba. Persze, mindenkit szeretettel várunk. Lehet, hogy lesz egy brigádunk, két fővel fog bővülni a csapat, mármint a Rustban, ha minden igaz. A Vasi Hapsi. Igen. Meg and Alex. Alex Pahatom, majd kiderül. Tehát igazándiból egyelőre tudja, hogy csak ketten leszünk, majd következő hónaptól lesz talán a másik két emberkénk. Tehát ami fix, az holnapi Rust. Most mondjuk nem tudom, hogy mikortól. Délelőtt nem hiszem, inkább dél környékétől valamikor olyan ja, jó, felé. Jó, azért főkajáljuk magunkat. Egy óra? Egy órától. Jó, akkor egy órától. Házi asszony megengedte. Én csapelláta, pont. Úgyhogy akkor holnap egy órára összedobáljuk a dolgokat. Neked már akkor úgyis be van állítva a produkció. Ja, de még lehet, hogy lesznek finomítások rajta, hát ha esetleg valami úgy nem... Kiszeded azt a kurva motion blurt. De nekem tetszik. Nem. Ronda. De nekem tetszik. Van ilyen. Na mindegy, ez majd elválik, persze, természetesen ez majd elválik, de holnap egy órától rassz. Az viszont nem egy-két órás rassz lesz. Nem. Tehát hogy egy bázist fölnyomunk. Igen, tehát azért az, hogy követ gyűjtünk, meg fát gyűjtünk, meg faszon tudja, meg úgy minden, benne lesz minden által szettig. YouTube-ra is föl lesz utána töltve a GFF oldalára, természetesen. Tehát igazándiból nullától egy olyan, mit tudom én, egy ilyen 5-6 órás live-ot terveztem, hogy ami a csövön kifér, tehát holnap lesz rá időnk. Hát igen. Igen, lesz. Igen. Lesz. Komoly, hát azért 2 óra alatt nem jutunk el semmire. Az picsa. Hát az annyi idő alatt a bázis nem épül föl, nem hogy miért látom. Úgyhogy az én nyersit. Hát igen. Nyersit, azt tudok. Valamennyit biztosítani az előző. Körülbelül este 7-ig, 8-ig. Az előző bázisról valami nyersit tudok biztosítani, tehát hogy a kezdés az könnyebb legyen, és utána úgyis el kell mennünk farmolni.
Hát, de ne hozzá sokat, tehát azért tudod, hogy ugyan... Hát a követ elhozom az összeset. Az mondjuk nem egy rossz gondolat, tehát... A követ, a fát, azt... Azt majd úgy is szedünk. Meg fémet, meg ilyen apróságokat, azokat majd szedjük. De akkor holnap egy ilyen hosszú live, egy ilyen ultra hosszú live. Soha nem csináltam még 5-6 órán, úristen, bazán, mi lesz itt? És lehet délőtt, hogy föl fog menni egy izé. Egy Detrigger rész. Igen? Ja. Jó. Hát, hogyha már délelőtt nem lesz live, akkor... Hát, délelőtt csinálom. Én úgyis ezért gépet állítom meg, mit tudom én. Jövő heti tervekről beszéljünk egy picit. Én most nagyon rázombultam ugye a streamekre. Ugye holnap Rust. Holnap péntek van, ugye? Ja. Vége a hétnek, ó, yeah. Holnap akkor ugye Rust, szombaton 1 órától, azaz 3. hó 25-én, 13:00 perckor. 00. Plusz-minusz 5 perc. Vagy 20, de hát az majd elválik. Ja. De akkor holnap ugye Rust, jövő héten akkor ugye... Miért a fülemet nézed? Nem a füledet nézem. Nézz a kamerával. Oda is nézek néha-néha. Bazd meg. Nem szeretem ott magamat nézni. Hát de nem magadat nézzed, a tükörben szeretem hanem nekik nézz oda a szemükbe. Láttok? Oké. Okay. Hát? Jövő héttől akkor ugye... Ne neveteljé! Bekente magát nevet Gella. Királyság. Ennyi. Szóval, ja igen, holnap rász, jövő héten milyen délelőttesek vagyunk? Igen, úgyhogy jövő hét az hát behozzuk a lemaradást. Streamek. Streamek, videók, ja. Minden. Ugyanis, amit most mondani fogok, 3 napon keresztül mindenkinek mondom, a Metro 2033 és a Last Light Redux verziója együtt 6 euróba kerül, külön-külön 8, nem 10, bocsánat. Steam, leárazás 75% simán megéri szerintem. Ráadásul a Redux Editionbe olyan dolgokat is belelapátoltak, amiket én még nem igazán láttam. Jó, én abszolút nem láttam. Én rászt azok. A Metro 2033 egy posztapokaliptikus Oroszországról szól, igazán ilyen sztoriban a Rastra egy kicsit emlékeztet. Annyi, hogy az egész ugye a metró hálózatokban játszódik. Nagyon kemény és tele van... Voltál már Budapesten? Annál nagyobb horror pornó nem kell. Dehogy nem, de ez kurva jó. Jó, úgyis a sima 2033 Reduxal fogunk kezdeni, nem a Last Light-tal, mert a 2033-mal már játszottam régebben, viszont csak tört verzióval. És azt mondták, hogy az eredetiben vannak pár olyan dolgok, amik mondjuk nem bugosak. Nem tudom. Eredetiben még sose volt meg, most már megvan. Úgyhogy Metro jövő héten videók szerintem egy ilyen 6-7 csak abból összejön. Simán. Hát baszatjuk, ja. Abból viszont hosszabb videók lesznek. Jövő héten durva lesz, az a lényeg. Abból Metroból legalább órás videókat össze fogok dobálni. Viszont a délutános menetrendet, ki se írtuk a menetrendet a ezé alá, na mindegy. Nem, délutános műszakban szerintem nem lesznek videók, az egy ilyen sziasztás hét lesz. Illetve hát lehet, hogy vlogolni fogunk. Igen, a délutános műszaknál vlogok lesznek javarészt. Már amikor? Nem vlogolunk. Dehogy nem. Pofádat befogunk. De, lesz vlog. Pofádat befogunk. Lesz. Jó, most már van értelme. Meg van is, itt van, látjátok. Igen, jó. Hát de egyedül érted, miről vlogoltam volna eddig? Én eddig úgy voltam, hogy azért nem akartam... Kinőtt egy új szőr a hasa volt. Nézzétek! Tök jó! Azt nem kellett volna, miért kell őket rémizgetni? De mindegy, tehát igazándiból vlogokat most már így, hogy Jani is itt van, most már így azért sűrűbbre hozzuk. Délutános műszakokban szerintem csak azok lesznek innentől. Szinte csak vlog, így van. Hát legalábbis én délelőtt nem fogok nekiállni videózni. Hát vagy... De aztán az itt bármi előfordul. Nagyon úgy van akkor. De szerintem tudod, amikor én fölkelek reggel 7-kor, akkor... Köszi. Akkor én nem kelek föl reggel 7 órakor, tehát... Beülök a gép. Hát jó, elmegy a mentőbe, az meg az fölkelek. Tény, itt is hallottuk. Na mindegy. Úgyhogy Rust, Metro, folytatni fogom a Final Fantasy-t. Azt mindenképpen, mert hallottam egy-két emberkének, hogy egy-két emberkétől, hogy rohadtul tetszik neki. Erre kíváncsi vagyok, hogy nektek is hogy tetszik. Jó. Nem tudom, hogy linkeket megosztunk. Nem, GFF oldalán megtaláljátok. Tényleg annak mondtad, hogy csinálni akarsz egy új ikont. Oké.
ott kezdődik a probléma, hogy én most nagyon csak rásztozok, egyéb mással nem foglalkozok, tehát hogy az OBS letöltés is csak úgy ment, hogy... Közben azért ment a rászt. Ment. ment. Ja. Ne? Úgyhogy igazándiból ennyi volt a bejelenteni valónk. Így van, ennyit akartunk. Részt, jövő hét, tehát akkor jövő hét metróból bőven, live Final Fantasy. And the Rust. És Rust is. Tényleg délutánonként lehet, hogy így felváltva délutánonként egy kis Rust, egy kis Final Fantasy. Mondjuk a Final Fantasy rövidebb lesz, mint a Rust. Jóval. Tehát a Final Fantasy-ről szerintem 2 óránál hosszabb ezeket live-okat nem fogok csinálni. Mert 2 óra alatt is azért elég sokáig eljut az ember. Tényleg? Ja, jó, van, oké. Hát a Rustban meg 2 óra, mire fel tudsz húzni egy alapbázist. Fából, jó esetben. Bár a te építkezési terveid, de... Ja. Hosszú. Picit? Ja, akkor röviden tömören, ennyi volt röviden tömören? Röviden tömören, 11 perc. Oké, okay, akkor tehát holnap, tehát az a szombaton, 25-én... 13:00... 0, plusz-minusz 5 perc. Igen. Rust, itt várunk titeket mind a ketten szeretettel. Megjött Vasi Hapsi. Oh yeah! Úgyhogy köszönjük is. Nagyon szépen köszönjük, hogyha megnéztetek. Sziasztok! Csumi!